A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai témánk a méz, vendégem pedig Kis Norbert, a Méhészek Fejér megyei Egyesületének, Fejér Vármegyei Egyesületének elnöke. Szervusz, örülök, hogy itt velünk. Nos, hát április 18-án elrendelték az Ukrajnából származó agrártermékekre szóló ideiglenes behozatali tilalmat. Ez a mézre is kiterjedt természetes. Ez a kedvező lépés azonban várhatóan nem igazán oldja meg a hazai méhészek problémáit, erről kell beszélnünk, nagyon sok mindenről, hamisított mézről és így tovább. Ugyanakkor a véleményedre lennék kíváncsi az ukrán mézről, hiszen az a behozatali tilalom azért hellyel közzel megkönnyítette a dolgot, de majd a későbbiekben kiderül, hogy nem csak ezen múlik a méhészek jó vagy kevésbé jó helyzete. Igen, igen, örülünk neki, hogy a miniszter úrnak sikerült ezt elérnie, és sajnos hamarabb kellett volna, mert ugye a mézraktárak addigra már fel voltak töltve igazából nagyon sok kereskedőnél, és kifele sajnos ugye a magasabb áru mézek azok mostanában úgy látszik, hogy nem kellenek, ez a helyzet az akáccal is, jobbára lecsökkent az exportunk a vegyes mézre, vagy az egyéb olcsóbb fajta mézekre, de az akác az Európában most úgy látszik, hogy annyira nem kellendő. Igen, azt tudjuk, hogy a kiskereskedelmi láncok egy évtizeden immáron egy árverseny keretében ráugrottak, ha úgy tetszik, a polcaikból legalábbis ez derül kifele részben a külföldről származó mézekre. Erről egy vizsgát megállapította, hogy a zömük hamisított, tehát pontosan a márciusban közzétett eredmények szerint a minták 46%-a hamis méz, a Kínából származó minták pedig 74%-a, amely gyakorlatilag nem méz, hanem cukorszirup. Igen. Most ehhez mit szól a szakma? Vártuk ezt az eredményt, erre számítottunk. Az ukrán méz az ugye ott minimális volt a hamisításnak az aránya, úgyhogy az ukrán mézzel ilyen gond az nem volt. Ott ugye a nyomott ár volt a gond jobbára, de ugye tudtuk, hogy Kínából ömlik befele Európába a hamis áru. Ez a 47% hamis, ez ugye abból összetevődik például, hogy Angliában a 10 mintából 10 minta hamis volt, úgyhogy ott a boltokból levett mintának a 100%-a hamis volt. Nálunk viszont 74%, tehát ez borzalmas eredmény, ha úgy tetszik, és ennek ellenére, tehát én direkt megnéztem nagy áruházakban, nem mondjuk a neveket, de nagyon sok kínai méz van még most is a polcokon. Igen, olvasni kell a címkéket, ugye EU-ból, EU-n kívüli országból származó, egy páran most már ráírják, hogy Kína, de sajnos nagyon rossz a méz eredetének az aránya az országban is. Tehát lassan ott tartunk, hogy néhány éven belül bizonyosan így lesz, hogy csak a termelőtől lehet igazi mézet beszerezni. Ez tulajdonképpen jó is lehet, ugyanakkor az a veszély fenyeget, hogy akkor majd kitalálnak valami mást a kínaiak bizonyosan. Igen, és az a baj ugye, hogy a vásárlók hozzászoktatásra szokik, vagy valami hasonlót mondhatunk, hogy a természetes méz ízétől ugye ez a hamis méz, ez valamelyest nem olyan, ugye, és változó ahhoz képest, és egyre jobban szokják meg az emberek, akik üzletekben vásárolnak ennek a fajta méznek az ízét, és ugye ezáltal a rendes, igazi méz ízétől elszoknak. Tehát szép lassan azt sem tudjuk, igen, hogy milyen az íz. Bros Pétert hadd idézzem, ő úgy fogalmazott, hogy bár a jelenség már a mostani eredmények előtt is ismert volt, az Unió egyelőre nem szankcionál, a hamis termékek akadály nélkül juthatnak el az uniós fogyasztókhoz, így a hazai vásárlók széles köréhez is. Ez nagyon sok mindent elmond. Igen, tényleg az a lényeg, hogy igyekezzünk minél jobban, ugye ez nem csak a mézre, ez a többi termékre is lassan igaz lesz, hogy igyekezzünk normális termelői dolgokat
azokhoz forduljunk inkább, és mind az almánál, meg ezeknél is, ugye, és a méznél is, hogy igyekezzünk termelőtől, méhésztől vásárolni. Csak ugye kényelmesebb az, hogy bemegyünk az üzletbe, elfogyott otthon, lekapjuk a polcról, és ugye meg se nézzük, hogy mi van ráírva, az árát se nézzük meg, mert ugye hiába látszik az, hogy mondjuk 2000 forint, csak ugye alatta a kisbetűt nem nézzük, hogy csak 850 gram van benne. És sokszor, sok esetben a termelőnél például olcsóbb a méz. Így van. Egy rövid kitérő, hiszen azt is nagyon jól tudjuk, hogy lám-lám az ukrán búza, amely sokkal olcsóbb, mint a magyar földeken termelt búza, olyan adalékanyagokat tartalmaz, ami az Unióban tilos, és ennek ellenére az Európai Unió Gazdasági Bizottsága továbbra is kitart amellett, hogy ezeket a termékeket, beleértve a mézet is, és ráadásul felháborodva közlik velünk, hogy szankciókat fognak alkalmazni, miközben ugye most már a V4-ek, illetve a többi ország is, Románia és Bulgária is csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, hogy igenis ki kell tiltani a gabonatermékeket teljes egészében, illetve a méz, és ez ugyanígy vonatkozik a mézre is. Hát ezek értékesítési problémák. Ugye 21 ezer magyar méhészről van szó, és Bros Pétert most nem idézem, csak hozzáteszem, hogy ő azt mondja, hogy az ilyen válságok okán egyre csökkenni fog a méhészetek száma. Hiszen ne feledjük, az elmúlt időszakban az időjárás is alaposan megnehezítette a méhészek és a méhek dolgát. Igen, a saját egyesületünknél is most csökkenni látszik a számunk. Tavaly ilyenkor 470-valahányan voltunk, most jelen pillanatban 430 a bejelentkezett tagunk, folyamatosan fizetnek, ugye van, aki elkésik vele, azt megérti az ember, de úgy látszik, hogy csökkenni fog a főállású méhészek száma bizonyosan. Ugye aki munka mellett hobbiból tart, ő még könnyebb helyzetben van, mert ugye neki van egy főbiztos állása, és akkor az mellett ugye a mézértékesítés az úgymond egy mellékszál, de mint például nálam is, hogy főállású méhész vagyok, és nagyon nehéz éveknek nézünk ugye elébe. Ugye 10% ez a főállású méhészek száma. Nagyjából az országban, igen. Viszont ennél még inkább probléma, és erre oltaton is keveset gondolunk, pedig talán ez a legnagyobb probléma. Ugyanis, ha azt mondjuk, hogy a megporzás elmaradása mit okozhat a magyar mezőgazdaságnak, mert ne feledjük, mi azért komoly mezőgazdasági ország vagyunk, ez a terméshozamon olyan romlásához vezethet, ami még nagyobb veszélyt rejt magában. Igen, és ugye ennek még most jelen pillanatban nincsen nyoma, mert ugye sok méhész vagyunk még, és sok méh családdal vagyunk az országban, és igazából az egész ország most jelen pillanatban úgymond le van fedve méhekkel. De ugye, hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor rendkívül csökkenni fog a méheknek a száma, mert ugye nem éri meg tartani őket, és akkor már rá fognak kényszerülni a gazdák arra, hogy akkor azért hívnak minket, hogy nem azért, hogy odaengednek, hanem majd ők fognak minket hívni, hogy akkor legyen nekik egy normális gabonájuk, vagy uborka, dinnye, bármi, ami fontos. Hiszen az országunk a világ egyik legnagyobb mélysűrűséggel rendelkező nemzete, 12,8 mély család négyzetkilométerenként olvasom itt, és azt mondom, hogy ha ez csökken, akkor oltaton is veszélybe kerül maga az egész mezőgazdaság. Igen. Egy kicsit essék szó az időjárásról, mert azt hiszem, hogy ez a változékony időjárás, ami úgy tűnik, hogy megmarad, nagy problémákat okozott mindez idáig a virágzásba is, és nyilvánvaló, hogy furcsa volt, hogy már korán kirepültek a méhek, aztán most pedig megint csak várni kell, mert elmarad a virágok, tehát például az akácvirágzás, ami most már be kellene, hogy következzék. Igen, nagyjából ez a május 10-15 körül szokott ugye megyében kezdődni az akácvirágzás. Ez változó, tavaly május 8-án kezdődött, de például tavaly előtt május 25-én kezdődött az akácvirágzás. Ennyire szeszélyes az időjárásunk. Ez idén se lesz másképp, mert vagy elfogyott az akác az ország nagy részén, amiket a méhésztársak tesznek ki képeket a netre, nagyon rossz állapotban van az akác. De ami meg sarjú akász lesz, arra is ez az időjárás, ez sajnos nem jó. És a Somogy, a déli megyékben például ott most, ahogy láttam, most a hétvégére már ki fog nyílni az akác, de pont most jön megint egy ilyen 16 fokos esős hét,
gyakorlatilag úgy le fog menni az akácvirágzás, hogy nem is tudnak kimenni rá a méhek. Holott azért tegyük hozzá, hogy a magyar akácméz az körülbelül az a 25-30 ezer tonna, több mint a felét teszi ki a hazai méznek. Ez miként érinti a méhészt? Nagyon rosszul. Az első mézünk, a repce is alig lesz az országban, hiszen ugye ott is pont ez az idióta össze-vissza időjárás volt. Hol meleg volt, kirepültek a méhek, de illata nem volt a repcének. Hiába mentünk el a szép sárga földek mellett, alig éreztünk repce illatot. És most már pedig, ahogy láttam, még egy-két nap, és akkor lemegy a repce virágzás is, alig tudtak róla gyűjteni a méhek gyakorlatilag. A telelésünk is nagyon rossz volt, valószínű az aszálynak tekinthető ez be, meg ennek a nagyon meleg télnek, enyhe télnek, és nagyon sok mécsaládnál elfogyott az élelem február végére. És sok mécsalád éhen pusztult sajnos, aki nem figyelt oda rájuk, nem vitt ki nekik élelmet, akkor azoknál sajnos nagy veszteség volt. Melyek egyébként a jól mézelő növényfajták Magyarországon? Ugye itt említettük a repcét mindenképpen, igen. Az akác az egyértelmű, a vegyes virágméz az egy másik történet, de ezen felül? Itt a megyében annyira még nem jellemző, de Veszprém megye, Győr-Moson-Sopron megyében a bíborhere, a facélia tud még szép mennyiséget produkálni. A napraforgó ugye természetesen az az egyik utolsó legnagyobb, utána az ilyen láposabb vidékeken szolidágó méz szokott még lenni, illetve az északi részeken vagy délen a gesztenyelméz, ami még nagyon finom magyar sajátosság, úgymond ugye Szlovákiában van még nagyobb terület, ahol tudnak gesztenyelmézet, de itt az országban is nagyon, ott az északi rész, Esztergom környéke, ezeken a részeken a gesztenyeméz például még jellemző. Ugyanakkor az akácméz nagyon fog hiányozni, független attól, hogy ugye a felvevő piac az elmúlt esztendőkben stagnált, sőt visszaesett jelentős mértékben, amiről beszéltünk. Mi történik azzal a mézzel? Azzal be lehet már szállni majd a piacra? Független attól mondom, hogy nyilvánvaló, hogy itt az árviszonyok is alaposan megváltoztak. Igen, hát... Lassan egy árba lesz az akácméz a vegyes virágmézzel, annyira nem kell Európába a méz. És ugye ez a vegyes méz árát is csökkenti lefele sajnos. A tavalyi árakhoz képest idén ugye még nem tudunk árakat, de valószínű, hogy csökkenő tendencia lesz, az folytatódik tovább. Tehát az olcsó import miatt ugye megmaradt egy csomó méz. Igen. Ugyanakkor ezek a készletek nem jelentenek olyan értelemben segítséget, hiszen ahogy az imént említetted, én itt olvasom, hogy az önköltségi szint közelében van a felvásárlási ár. Tehát az akácméznél 1400-1500, a virágméz pedig 850-900, ami borzalom. Igen, igen, hát nagyjából ez a 950 forint az önköltségi árunk általános egész éves méz átlagot tekintve. És akkor ugye ezt a fajták szokták kiátlagolni, és igazából ugye a legdrágább mézünk az akácméz, ami nagy mennyiséget tud hozni, az most idén megint hiányozni fog a piacról. Az ársapka nélküli cukorár az valamennyit segített egyébként? Nem, mert az ársapka, vagy hát nagyjából olyan 540 forint körül volt a raklapos cukornak az ára. Ugye az ársapkás cukor az pedig 260 forint, ha jól emlékszem. Úgyhogy több mint a duplája volt ugye a raklapos cukornak az ára, és ez megint az, hogy akkor azzal dolgoznunk kell, ki kell vinnünk a méhekhez. Ugye nem egy természetes élelem úgymond nekik, hanem egy élelempótlásra felel meg ugye a cukor, de nyilván jobb, hogyha méz van náluk. Az valóságos, hogy az idei télen vegyes virágmézzel teletette ki jó néhány méz a családokat? Igen. Ez mit jelent a gyakorlatban egyébként? Az napraforgó méznél a fészek rész, ugye ahol a peték meg az anya tartózkodik, az a rész, azt
a téli lényeges igazából, mert akkor ott tartózkodnak a méhek, oda vannak egy bolyba összegyűlve, és akkor ugye az élelemnek is ott kell lenni, ugye, hogy ne kelljen nekik a kaptáron belül se annyit mozogni, és nagyon sokan behagyták a napraforgó mézet, meg utána tavaly szárazság volt, úgyhogy tavaly azzal nem volt gond, de például egy édesharmat mézet ráhordanak a napraforgóra, az megint rossz nekik télen, mert annyira magas az ásványanyag tartalmuk, hogy meghajtja sajnos a méheket télen. A növénykultúrák közt és illetve gyakorta az országrészek közti vándoroltatás az mennyit segítene, vagy egyáltalán segítette az elmúlt időszakban? Hiszen beszéltünk az akác miatti bizonytalanságról, igen, és hát azért a méhész, a méh plusz ész méhész, azért sokszor kitalálnak olyan dolgokat, amivel átvészelhetik a nehéz időszakot. Hát muszáj keresni ugye azt a részt, ahol esetleg nem fogyott el az akác. Én nem szoktam messzire vándorolni a méhekkel, de nagyon sok méhészt ismerek, akik több száz kilométert elmennek, fölmennek Nógrádba, Akácra vagy valami hasonló, de ugye most megint egy ársapka nélküli üzemanyagárral emberhiány van, nem találunk segéderőt, úgyhogy magunknak kell pakolni teljesen az egészet, és az úgy nagyon nehéz. Egy kicsit jöjjünk haza Fejér megyébe. Hogy vészelték át a Fejér megyei méhészek, mert azért tudjuk, hogy mi helyek közel kedvezőbb helyzetben vagyunk. Viszonylag igen, mert ugye egy jó termőterülettel rendelkezik a megye. 16% volt az átlagos vesztesége, a téli vesztesége a megyének, ha jól tudom. De ez ugye valakinél semmi nem volt, valakinél pedig, ismerek olyan méhészt, akinek a 90%-a sajnos elpusztult a méhelynek. Igen, hát ez borzasztó nyilvánvaló. Az nagyon sok pénzkiesés, igen, ugye maga a méhek ára is, meg ugye az a méz, ami lenne, hogyha meglennének a méhek. Értem. Ugye 25 ezer tonna az éves magyar méztermés, ennek közel fele kerül exportra, tavaly 14 ezer tonna volt egyéb iránt, és a felvevő piacot a három nagy ország, Olaszország, Németország, Franciaország képviseli. Igen. Ők vásárolják meg a 80%-át a kivitelnek. Itt az a kérdés, hogy ők hogyan állnak hozzá ehhez a kérdéskörhöz. Én azt tapasztaltam, legalábbis szakemberek mondták, hogy ők egy az egyben elutasítják a kínai mézet, tehát nincs mese, tehát nem úgy van, mint az Unió, hogy ránk nyomást gyakorol, rájuk nem tud. Ez ugye teljesen egyértelmű. De ott is előfordul már, hogy az olcsó mézet terjesztik. Megmarad ez az export lehetőség, miként látod? Sajnos csökkent abba az irányba is. Az olaszok fele is, például az ukrán méz jelentős mennyiség került feléjük is. Illetve a másik gond még az argentin olcsó méznek az erős behozatala. Az évek alatt az most úgy látszik, hogy megint felerősödött. Ugye ez egy 90-es évek közepén, 2000-es évek elején már volt egy ilyen gond az argentin mézzel. Ott is a nagyon-nagyon nyomott ár volt, és ugye ott már azért gyanús, hogy akkor hogyan éri meg nekik azt kipörgetni, és úgyhogy még hajóval ide is kerüljön azon az áron. Úgyhogy azon a részen most viszont az argentin méz még jelentős gond, úgy látszik. A magyar mezőgazdaságon belül tehát nagyon fontos szerepet játszik a méz. Sikerül-e megértetni például az emberekkel, hogy nehogy eljusson oda az ország, mint nyilván ez most már egy túlzó feltételezés, mint Amerikában, ahol kézzel emberek virágporozzák a különböző haszonnövényeket. Hát bízunk benne, hogy nem kerülünk oda. Most az Országos Egyesület az próbál egy antidöping eljárást kezdeményezni ugye a kínai méz ellen, a hamis mézek ellen, hogyha ez sikerül az Unióba továbbvinni, nem is remekszem, hogy hány aláírás kell hozzá, akkor az már egy fél siker lenne számunkra, és igazából nem csak a magyarországi méhészeknek, hanem az összes környező országbeli méhészeknek. Ugye, és ugyanez a gond van Szerbiában, Romániában, az összes környező ország ezzel szenved igazából a méhészek sajnos. Így a beszélgetésünk véget állt, beszéljünk a Hogy él most a Méhészek Egyesülete, hiszen számtalan olyan program volt mindez idáig, amelyben népszerűsítettétek a mézfogyasztást. Vannak-e olyan programok, amelyel meg lehet szólítani a fiatalokat például? A fiatalokat nagyon nehéz, ugye teljesen más korosztály, máshoz vannak szokva, és
egyelőre még nem jöttünk rá, hogy hogyan tegyük menővé, úgymond a mézet nekik, akkor esznek mézet, hogyha ő szüleik hazavisznek, úgyhogy igazából még a fiatalok felé még nem jöttünk rá, hogy mi a sikertitka. De ugye próbálunk egy-két rendezvényt szervezni, egy-két különlegesebb mézzel, még egyelőre határeset még próbálkozunk. Jó, és egyébként a korosztályunként, ahogy mondtad, ez változó, azért a közép és az idősebbek nyilván továbbra is mézfogyasztók. Igen. Ezért tesztek valamit, hogy kellő módon népszerűsítsétek a hazai mézet? Igyekszünk, a múltkor volt a sóstói részen, a Sóstó Látogatóközpontnál egy beporzó krétje avatás, és a Fejér megyei nagy méhészek részére egy emlékhelyet alakítottunk ki, illetve hát ezt kaptuk a város önkormányzatától és Sóstótól, ezúton is nagyon köszönjük még egyszer, és nagyon sokan járnak ugye mostanában Sóstóra kisétálni, kutyát sétáltatni, vagy csak menni a szép természetes környezetbe, és bízunk benne, hogy így akkor a beporzókra is ugye nagyobb figyelem fordul. Milyen jövőképe lehet egy méhésznek? Te miként látod? Hiszen te magad is, tehát nem csak elnökként, hanem méhészmesterként is tevékenykedel. Egyelőre nem túl rózsás a helyzetünk, ugye ez az évindulás is nem nekünk kedvez, illetve hát tavaly óta ez a kialakult nehéz értékesítési helyzet, ugye hosszú távon egyelőre nem túl nagy sikert látok sajnos. Tehát ez a hosszú távú problémák megoldása nyilván mindenek feletti, tehát ez a legfontosabb jelen pillanatban. Az Agrártárca miként tudja ezt segíteni? Bízunk benne, hogy ez az a vám, vagy a ukrán méz betiltása, vagy behozatalánk betiltása, ez továbbra is fennmarad majd a gabonával, meg a többi termékkel együtt. Ez akkor már egy nagyobb segítség lesz számunkra, hiszen akkor ugye az az olcsó méz az nem fog bejutni akkor az európai piacra ilyen könnyen. És ugye a nagyon sok agrár rendezvény, meg ezeken is ugye mostanában egyre több helyen szó esik a mézről. Úgyhogy így az Agrár Marketing Centrum, meg ugye az Agrárminisztérium is igazából egyre nagyobb figyelmet fordít a mézre is, és a beporzókra. Jó, tehát akkor azért megvan a jövőkép, és bizakodhatunk, bár ahogy mondtad, a jövő héten elég furcsa időjárás jön. Igen, ismételten. Ugye a májusi első aranyat ér közhely, de most már nem kéne, mert azért a nagy szárazság után visszajöhetne a verőfényes napsütéses napok. Hát jobban örülnék neki. Gondolom. No, hát akkor én verőfényes napsütéses májust, júniust kívánok, mert én azt gondolom, hogy a mézre minden magyarnak, minden pici gyereknek, nagynak és anyukának, apukának, nagymamának, nagypapának szüksége van. Így van. Norbi, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm én is. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, a hazai méhhelyzet, illetve mézhelyzetről beszélgettünk Kis Norberttel, a Fejér megyei Méhészek Egyesületének elnökével. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.